Mihály Sándor, Ladosdísztár távozásával kapcsolatban szeretném kérdezni a főpolgármester urat. Egyrészt ez a döntés befolyásolhatja, veszélyeztetheti-e a metró beruházás megvalósítását, folytatását, illetve azt szeretném kérni, hogy kommentálja azokat a sajtóban megjelent dolgokat, hogy önök nem igazán egyeztettek, Lados úr részéről állítólagosan elhangzott az, hogy a budapesti közlekedési központnál túl nagy hatalomkoncentráció van, és emiatt hát nehézkesebbé válik a munka. Hogy látja ön? Azt szeretném kérni, hogy ha mi véleményünkre kíváncsi bárki is, akkor kérdezzen meg minket. Azt tapasztalom az utóbbi napokban, amit még eddig soha, hogy úgy írnak le nekünk tulajdonított véleményeket, hogy meg se kérdeztek. Ezt nem tartom egy különösen szerencsés dolognak, ez történetesen pont nem önnek adresszálom. Csak azt jegyzem meg, hogy az utóbbi napokban találkoztam ilyenekkel. Nem mondom, hogy meglepődöm, mert nekem meglepetés már nem könnyű okozni, de ezt jó vonalba hagyni. A másik, Lados úrat ellenzékiként is mindig támogattuk, szakmai alapon. Lados úr és köztünk semmiféle ellentét soha nem volt. Úgy is meg tudnám, de ha visszakeresi a nyilatkozataimat még ellenzéki életemből, ugyanezt fogja kiolvasni belőle. Ha megkérdezik Lados urat, nem szájhagyomány útján valakin keresztül, hanem közvetlenül, nem fog más választ kapni. Úgy is megfogalmazhatnám, hogy bár Lados úr távozása lenne a legerősebb hátráltató körülmény a metróépítés befejezésében, sajnos messze nem az. Ennek a sajtótájékoztatónak nem az a témája, vagy nem az, igen, nem az a témája, hogy az eddigi 2600 mellé 2601 egyszer is elmondjam, hogy mik a fő okok, mert aki ezt nem akarja megírni, az úgyse fogja megírni. Lados Gusztáv esetében két dologról van szó. Ő bejött hozzám mindjárt a megválasztásom után, és elmondta, hogy őt néhányszor olyan méltatlanul próbálták beletolni kezelhetetlen helyzetekbe, amikhez ő nem ért, hogy ez őt már nagyon idegesíti. Ezt én megértettem, mert hasonlóképpen ítéltem meg a dolgot ellenzéki politikusként, és történt valami, ami Lados úr távozási vágyát megalapozza és erősíti. Ez nem az ő BKK-val való állítólagos ellentéte, bár elhiszem, hogy ez nagyon jól hangzik, és ha a Népszava ezt megírhatná, akkor pezsgős vacsorával ünnepelnék, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy az alagút építési szakasza befejeződött a 4-es metró első szakaszának. Ami ebből hátra van, az nem Lados úr szakmája. Rengeteg minden hátra van belőle, de Lados úr alagút építő szakember, világhírű alagút építő szakember. Kuala Lumpurba talán egy kicsit kevesebb politikai cirkusszal egy sokkal hosszabb alagútépítés megvalósítása vár rá, és ezért kérte tőlem azt, hogy tekintettel arra, hogy az alagútépítés valóban befejeződött, ezért ő elmehessen elvállalni ezt a munkát. Pusztán erről van szó. Aztán, hogy ebből ki milyen Szabó családszerű legendát kerekít, ez számomra csak abban az értelemben fog támpontul szolgálni, hogy kik azok, akik el akarják hallgatni a metróépítés valós problémáit. Ezt tudom mondani. Tehát ha jól értem a szavait, akkor itt semmilyen konfliktus nem... Már Lados is köztem? Hát kérdezze meg őt. És ez nem veszélyezteti a metróbeugrázást? Az, hogy az alagútépítő szakember az alagútépítés befejezése után elmegy, az asztomügyek rendezése nem rátartozik. Nem is ő kötötte az asztommal a szerződést, akik kötötték, hallgatnak, a Lados izzad, de nem ő kötötte, úgyhogy van itt egy kis keverés abba, ami úgyis büdös, de ezt életemben először hallom, szerintem Lados is először fogja hallani, hogy köztünk lett volna ellentét. Hadd mondjak valamit szokatlan módon önnek, mert tudja, hogy szeretek világosan fogalmazni. Akik ezt híresztelik, azok pofátlanok. És valami mást el akarnak takarni. Ez a véleményem.
Körtés Tudor távirat van, nekem egy rövid kérdésem van, tudják-e már, hogy ki lesz Lajos úrnak az utódja, ki veszi át a DDR-nél? Nem tudjuk még. Hát azt tudjuk, hogy ki veszi át. És ki fogja átvenni? Pillanatnyilag Kocsis István a BKV vezérigazgatója. Volt egy javaslat arra, hogy kit nevezzünk ki. Itt nem fogok nevet mondani, ezt mi nem fogadtuk el. Sajnos nem találták meg. Sokkal korábban meg kellett volna találni azt a szakembert, aki a zalagútépítési utáni munkafázisokat levezényli. Ez nem történt meg. Újra mondom, ennek sokkal korábban meg kellett volna történnie, de rövid időn belül túlesünk ezen is. Igen, Szabó Zsolt vagyok a Magyar Nemzetről. Én azt szeretném megkérdezni, hogy Lajos úrral összefüggésben már jóval korábban felvetődött egy másik probléma, hogy több volt a fizetése, mint korábban a jegybank elnöknek. És hát ugye amikor a kormány bejelentette ezt, hogy a közszférában ekkora fizetéseket egyszerűen pofátlanság felvenni, nem lehet... Tudja, mennyi mi a határideje ez ügyben az intézkedéseknek? Január 31. Tudja, melyik nappal lép ki Lajos úr? Január 31-jel. Úgyhogy ez a probléma megoldódik, ha nem vették volna észre. Én csak azt akartam még tovább fűzni, elnézést kérek, hogy a leendő út, hogy most nem tudom, Kocsis úr a BKV vezérigazgatójaként díjmentesen látja el ezt a feladatát, illetve a leendő, igen. Leendő utódja. Szóba se ilyen hasonló nagyságú javadalmazás. Köszönöm. Más kérdés. Írtévé. Melyik emberünkkel kapcsolatban van megszokott kérdése? Lajos úrral. És kit kért meg eddig velem ellentétes nyilatkozat megfogalmazására? Senki. Még egyszer nem megyek be abba az utcába. Tehát egy projektvezetőnek a megbízatása az nem a projekt lezárult tart, és ebből a szemszögből vizsgálva nem okozhat tényleg fennakadásokat, hogy itt még... Ugye, mert még nincsen készen, itt még kell egy váltásnak történni. Nézze, fogalmazás technikailag ügyes, amit mond, szakmailag nem értelmes. Tekintettel arra, hogy nincs generál kivitelezője a metróépítésnek, ami egyébként nagyon nagy hiba. Egy ekkora mélyépítési beruházásnak kellene, hogy legyen generál kivitelezője. Valamikor ne kérdezze milyen okból, mert még bőven óbudai polgármester volt, amikor ez a döntés megszületett itt a fővárosban, valamilyen okból itt nem lett generál kivitelező. Ez számos problémát okoz, de tekintettel, hogy nincs generál kivitelező, a projekt igazgató személyének a kontinuitása az sokkal kevésbé releváns, mintha lenne. Egyébként sem Lajos úr az első projektigazgató. Az ő projektigazgatói kinevezése egyébként vitatható abból az okból, amit én elmondtam önnek. Ez Lajos Gusztáv, aki egyébként valamikor felettem járt az egyetemen, és még bizony Isten soha nem vesztünk össze életünkbe, ezt üzenem azoknak, akik szeretnék megírni, hogy Lajos összeveszett Tarlóssal, már látom a címeket. Ahogy a múltkor is olvastam valamelyik, itt van az Index, nincs itt? Akkor is elmondom. Tudják, mi történt? Valakit, akinek 2002-es ügyeit vitatták, amikor elkezdtem az utolsó kerületi ciklusomat, valakik feljelentettek, akik közben kineveztünk. Megjelent a cím, nyomozás folyik Tarlós egyik fő embere ellen. De a lap tetején már tudják, mi volt? Nyomozás folyik Tarlós e... Nem tudom, kitalálják ki a szándékot, tehát a gyanútlan olvasó azonnal ráugrott, és elkezdte őrületesen olvasni. Szóval nézzék, az ügyesség és az aljasság közt én különbséget teszek. Nem mondom azt, hogy bárki aljas volt, csak azt mondom, hogy az ügyesség és az aljasság közt én különbséget teszek. Na, visszatérve a lényegre, Lajos Gusztáv mindig is kifogásolta, mint alagútépítő szakember, hogy rajta gépészeti, automatikával összefüggő szerelvények üzembe helyezésével összefüggő kérdéseket akarnak számon kérni, ez nem igazán az ő világa. Elege volt abba, aminek itt ki volt téve, nem tudom, 2 éven keresztül, körülbelül, önök talán jobban tudják, mint én. Várja egy nagyon jó munka, mit nem soroltam még föl?
amellett pedig a saját munkáját az alagútépítés befejezte. Tehát itt egy olyan projektigazgató kell most, aki az előbb általam felsorolt és Kladoss által nem annyira gyakorolt szakmák értője és gyakorlója, nem beszélve arról, hogy vegyék már észre, hogy megoldottuk ezt a fizetés problémát is egy csapásra. Semmi kedvem nem volt nekem mosakodni azért, hogy kik miért adtak Kladoss Gusztávnak 8 millió forintos fizetést, ami egyébként az ő terminológiában nem olyan borzasztó, mert ennél többet fog kapni, amikor most elmegy Kuala Lumpurba, de mi a magyar viszonyok között élünk, mi a magyar jövedelmekhez kell, hogy viszonyítsunk. Tehát hiába mondja bárki azt, és én ezt őszintén elmondtam Kladoss Gusztávnak, hogy hiába mondja bárki azt, hogy ez a világ más pontjain egy ilyen típusú munkáért nem olyan egetverő pénz, Magyarországon vagyunk, a magyar gazdasági helyzethez és jövedelmi viszonyokhoz kell mérnünk, és ez valóban tűri a vitát, ez a fizetés. Ezzel kapcsolatban egy fontosabb kérdésem lenne, tehát hogy akkor Kladoss úr maga kívánt távozni, mert hogy Kuala Lumpurban kap egy munkát. Hú, de örülök, hogy kérdezte, mert lehet, hogy hónap valamelyik híradás úgy jött volna elő, hogy Tarlós kirúgta Kladost. Úgyhogy hálás vagyok magának. Nem, valóban Kladoss Gusztáv kérte ezt, ő már célozgatott nekem arra. Rutinos ember, volt valami sejtése már a választások előtt, hogy mi fog történni, és már akkor célozgatott arra, hogyha befejeződött az alagútépítés, ő szívesen elmenne, és lehetővé tennénk ezt neki esetleg. Tehát igen, Kladoss Gusztáv saját kérésére megy el május helyett február 1-én. A Hír TV újságírójának kérdésére is hozzáteszem még, hogy hát Kladoss Gusztáv májusban mindenképp elment volna, mert májusig tart a szerződése. Gondolja, hogy például az Alstom ügy májusig megoldódik, és vígan szaladgálni fognak a nem létező vágányokon a hatósági engedéllyel nem rendelkező Alstom szerelvények. Tehát merőben formális, hogy most Kladoss Gusztáv február 1-től megy el, vagy májustól, mert a 4-es metró első szakasza nemhogy májusig nem fejeződik be, hanem éppen Kladoss Gusztáv értékelése szerint optimális esetben 2013 végére, de elképzelhető, hogy 2014 végére csak. Kladoss szerződése pedig 11 májusig szólt. Azt hiszem, ezt bőven kimerítettük ezt lehet a témát. Még. A Kladoss úr egyébként szívesen nyilatkozik önöknek, én úgy tudom. Van-e még valami? Ha nincs, akkor szép, köszönjük szépen, hogy köszönjük, viszontlátásra!